Üdvözlök mindenkit! Mint ugye az előzőleg elhangzott, én a Zelsz ZRT vezérigazgatója vagyok, és a beszélgető partnerem Tóth Gabriella, az RTG-nek az ESG tanácsadója. Mint ahogy a címben is látható, a témakörünk az az, hogy milyen olyan új hatások érték az elmúlt időszakban a fenntartható ellátási lánc szereplőit, illetve milyen beszállítói gyakorlatok alakultak ki az ESG minősítések kapcsán. Gabriel, én arról szeretnék kérni téged, hogy vágjunk is akkor bele, és mutassuk be, hogy az elmúlt időszakban milyen olyan új kihívások jelentek meg, amivel szembe kell nézni az érintett feleknek, a szereplőinek. Az első perkép az nem annyira közelmúltban készült, ezek a 90-es évek közepén láttak napvilágot. Igazából akkor vált a társadalom számára nyilvánvalóvá, hogy a globális ellátási láncok keretében készülő termékek, amelyeket mindannyian használunk, hordunk, azok igazából elég embertelen körülmények között készülnek. Gyakran gyerekmunkát vagy kényszermunkát alkalmazva, és gyakran teljesen figyelmen kívül hagyva a környezetvédelmi előírásokat is. És ezekre a problémákra a fogyasztók, főleg az angol száz országokban egyébként erős bojkottal reagáltak. A nagyvállalatok ekkor még nem ismerték el a felelősségüket, hárították azt, és el kellett tennie egy pár évnek, amíg például a Nike vezérigazgatója Phil Knight egy nagyon őszinte nyilatkozatban elismerte mind a felelősségét, mind pedig azt, hogy hibáztak annak kapcsán, hogy ők igazából nem foglalkoztak a beszállítói lánc kontrolljával, felelősségvállalásával. De természetesen, hogyha az elmúlt 20 évben megoldódott volna a probléma, akkor most nem állnánk itt, és nem tartana, vagy valami másról tartanánk előadást. Mert az látszik, hogy bár a vállalatok elkezdtek ezzel a problémával foglalkozni, az önkéntes tevékenységek ezen a téren nem jelentik azt ma sem, hogy akár Magyarországon, akár a világ bármely országában a kiszervezés, a beszállítói láncban maradéktalanul megvalósulna a felelősségvállalás. Így hát számos jogszabály Magyarországon is érezhető változásokat hoz. Egyrészt a legelső európai jogszabály az a franciaországi szabályozás volt, amely 2017-ben alakult ki, és várta el az 5000 fő feletti létszámú cégektől, hogy a beszállítói láncukat átvilágítsák, és adjanak jelentést évente arról, hogy a környezetvédelmi és emberi jogi kockázatokat hogyan kezelik, mutassák be, hogy milyen akciókat terveznek ezek csökkentése érdekében. Hasonló jogszabály lépett életbe Németországban is 2023. január 1-én, itt, és ennek a folytatása fog bekövetkezni 2024. január 1-ével is. Csökken az a vállalati létszám, méret, amikortól kezdve kötelezővé válik, hogy a nagyvállalatoknak kezelniük kell az ellátási láncukban felmerülő környezeti és emberi jogi kockázatokat. Ezt ma Magyarországon is élezzük, hogy a beszállítók, akik külföldi vevőkkel dolgoznak együtt, számos elvárásnak kell, hogy megfeleljenek, adatot kell szolgáltatniuk az anya vagy a nagyvállalat felé, ESG ratingen kell részt venniük, valamilyen módon igazolniuk kell azt, hogy ők felelősen bánnak úgy a munkavállalóikkal, úgy az üzleti etika terén, mint a környezetvédelem terén. Átfogó Európai Uniós jogszabály, az 2024-től fog ezen a területen életbe lépni. Ez a CSRD, ez egyébként nem tevékenységet vár el az adott nagyvállalattól, hanem csak azt, hogy mutassa be fenntarthatósági jelentésben, hogy ő hogyan kezeli a beszállítói lánc felelősségvállalását, illetve egyéb fenntarthatósági kérdéseket, akkor, hogyha ezek lényegesek. Tehát itt a CSRD kapcsán lehet, hogy a jelenlévők is többször hallanak arról, hogy ez milyen óriási terhet fog róni a vállalatokra. A fokozatos bevezetés, illetve az elvárás, hogy itt a lényeges fenntarthatósági témákról kell szólni, ez mind azt indukálja, hogy azért van egyfajta felkészülési ideje a vállalatoknak ennek az elvárásnak a megfelelésre.
És a következő direktíva, ami pedig az átvilágításról szól, ahhoz még nem írtam dátumot sem, mert azért ez még egy pár év, amíg ezt az EU elfogadja és életbe hatályba lépteti, de ez nagyon hasonló a francia és a német jogszabályhoz, egy átvilágítást vár el a nagyvállalatoktól, mert hogy azt mondja a jogszabály, hogy a felelősséget nem lehet letolni a nagyvállalatnak magáról, ő a felelős a környezeti emberi jogi hatásokért. És hogy milyen megoldásokkal lehet ezt a felelősségvállalást tulajdonképpen megtenni, hogyan lehet ellenőrizni a beszállítói láncot, hogyan lehet rávenni a beszállítói láncot a felelősebb gyakorlatra. Erről szól a következő dia, itt nagyon sok ikont láthattok. Alapvetően az a négy téma merül föl mindig a beszállítói lánc auditok, illetve ratingek kapcsán is, amit ott középen láttok. Ez a Labor, Ethics, Environment and Health and Safety témaköre. És igazából az összes itt felmerülő logó tulajdonképpen ezeket a kérdéseket vizsgálja valamilyen módon. Alapvetően a vizsgálatra két eszközt látunk. Az egyik az az audit, ami például a Responsible Business Alliance, vagy itt a jobb oldalon a SMETA audit. Ez mindig azzal jár, hogy auditorok kimennek a beszállítóhoz, megvizsgálják, hogy ők milyen rendszereket alkalmaznak, szabályozottak-e a kérdések, vannak-e politikák az adott témára. A másik része a módszertanoknak az pedig egy kérdőíves értékelés, amikor a leányvel vagy a beszállítók egy kérdőívet kell, hogy kitöltsenek, igazolva azt, hogy ők hány munkavállalót foglalkoztatnak, képezik a munkavállalóikat, milyen fluktuációs adataik vannak, és ugyanígy a környezetvédelem témája terén is a hatásaikról kell beszámolniuk, és a kérdőívet értékelők pedig ezeket a hatásokat valamilyen módszertan szerint értékelik, és besorolják a vállalatot egy kategóriába. Az pedig nagyon eltérő, hogy mit vár el az adott vevő a beszállítójától. Van, aki azt várja el, hogy 30 pontot érjünk el egy 100-as skálán, van, aki ennél magasabb elvárásokat támaszt, van, aki már a tenderre sem hívja meg azt a beszállítót, akinek nincsen ilyen értékelése, van, aki esetleg csak a fizetést teszi ettől függővé. Az EcoVadis talán a legismertebb beszállítói ESG rating, de itt alatta is láttok pár más társaságot, és ezek közül csak kettőt említenék meg röviden, az egyik az Opten, a másik a Kingfisher, ők hazai ESG rating értékelők, tehát az látszik, hogy azért az EcoVadis nem monopól helyzetben van, ami szerintem adott esetben jó. Ugyanakkor a változatos ESG ratingek azt is jelentik, hogy esetleg ez a cégeknek is több feladatot, cégekre is több feladatot ró, mert párhuzamosan több kérdőívet kell kitölteniük.